Mindegy, ezt Evelyn majd megissza ezt a szörnyet. Budapest belvárosában vagyunk, két úszóhoz tartunk, Verasztó Evelynhez és Dávidhoz, akik amolyan másik lábként, vagy hobbiként nyitottak egy kávézót. Sziasztok! Edzés előtt vagy után? Ja. Hát még előtte, nem? Hát akkor mi melyikről beszélünk? Reggeli után, délutáni előtt. Aha, mind a ketten voltatok már edzeni reggel is? Hát én korán kezdtem a napot, szokásos 6 óra. Hogy zajlik tulajdonképpen egy napotok? Én minden nap vagyok, ő ritkábban. Hát én edzés után rögtön ide jövök általában. Milyen itt a munka megosztás? Mert Dávid ezt elég profin csinálja, úgy látom. Hát azért a profitól messze vagyok, de Evelynt ez nem érdekli, úgyhogy... Ő nem csinál kávét. Én is szeretem. Ha, de mit csinálsz, hogy az embernek van már egy kávézója, akkor gondolom kiveszi a részét belőle, nem? Hát néha takarítok. Miért volt fontos ez nektek, hogy együtt csináljátok? Hát ezt nem tudjuk, nem Dávid? Én már nem tudom. Na, de hát azért mégiscsak családi vállalkozás az igazi, nem? Hát nagyon sok mindent csináltunk már egész életünkben együtt, nagyjából mindent. Milyen konfliktusok szoktak lenni? Hát én keveset vagyok így. Mondjuk. Keveset takarít az Evelyn? Nagyon keves, túl keveset. Igen. Na, ki a főnök akkor? Egy kicsit úgy látom, hogy Dávid a főnök. Hát ő az idősebb, hát most ez van. De ez már szerintem egész életem során végig fog kísérni. Hogy ő itt a főnök közülünk. Bónusz nekem, hogy van egy testvérem, nem tudom, mondjuk, hogy soha nem tudtam elképzelni, milyen egyedüli gyerekként, vagy valami ilyesmi. Szóval sok mindent együtt csináltunk, együtt jártunk iskolába, edzésre, úgyhogy lehet, hogy most azért így néha így nehéz, hogy tényleg így egyedül élem így a mindennapjaimat. Az egész életben fontos az, hogy neki jó legyen. Tehát mondjuk ezt az úszást is ki tudnám vetíteni, hogy én például, hogyha én nem úsztam jól, azt nyilván el tudom magammal számolni, de ha mondjuk neki nem sikerült jól, akkor nagyon rosszul éreztem magam ettől a helyzettől, és hiába úsztam én jól, egyszerűen nem tudtam jól érezni magam, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nem csak a kávézóra igaz, hanem az egész életünkre, hogy szeretném, hogy neki minél jobb legyen. Jól kiegészítitek egymást, lehet ezt mondani az elmúlt egy év tapasztalata után? Hát régen is azért ez így volt a úszodában, mert mondom, elhagyom a cuccaimat, meg ilyen, ezekkel nem nagyon törődök, ezekkel inkább ő ilyenekbe segített, úgyhogy ez valószínűleg nem is fog változni. Mármint, hogy Evelyn találta meg a cuccait? Hát vagy igen, vagy ő szólt rám, hogy most ezt is vigyem meg, azt is, én nem nagyon foglalkozom ilyenekkel, gondolom őszintén. Hát én szétszórt vagyok, meg túl sok minden járni így a fejembe, aztán így sok mindent elfelejtek mellette. Úgyhogy hát ez van. Mindenképpen szeretném, hogyha a majd gyermekeim lesznek, egyrészt, hogy legyenek ugye testvérek, tehát nyilván legyenek többen, és hogy igazából anya nagyon sokat segített ebben nekünk, szerintem, hogy ilyen közel állunk egymáshoz. Mint az ikreknek. Hát 11 hónap van köztük. Nekem volt könnyebb, hogy ugye mindenhova egyszerre mentünk. Egy oviba jártunk, egy iskolába jártunk, együtt jártunk sporton. 18 éves koromig versenyeztem, amikor a Dáviddal ugye terhes lettem, még ifjúsági bajnokságon úsztam 4 hónapos terhesen. Úgyhogy ez volt az utolsó versenyem februárban, augusztusban született. Augusztusban már együtt néztük a 88-as olimpiát és drukkoltunk ugye a csoporttársaimnak, akikkel együtt úsztam. Én annyira tudtam, hogy én fiatalon akarok gyereket szülni, hogy igazából nem foglalkoztam ebben, hogy akkor most kimaradt egy olimpia. Inkább az bánt, hogy nem kezdtem el újra úszni. Tehát, hogy baba mellett, mert ugye belefért volna. És akkor a testvérek már természetes környezetük a vízben. Igen, ez Dávid volt, aki lefröcskölt. Ő most úszik, Evelyn viszont kint figyeli az eseményeket. Hogy miért kintről, az most majd kiderül. Az elmúlt év azért volt pár olyan dolog, ami nem stimmelt. De hát azért vagyunk emberek, hogy megküzdjünk ezzel. Tehát nem gondolom, hogy bármit fel kéne adjak. Persze néha kimondani talán könnyebb így megcsinálni, de nem szeretnék kudarccal a hátam mögött abba hagyni egy olyan dolgot, amiben világéletemben szerelmes voltam. Nagy világverseny még soha nem nyertem, EB-t nyertem többet, de VB-n mondjuk eddig csak második voltam, meg rövid pályán harmadik. Az olimpiáról ne is beszéljünk, úgyhogy hát ezen azért egyszer szeretnék még javítani így a karrierem során. Ez a effektíve sikertelen Európa-bajnokság azért nagyon zavarja őket, és aggódnak értem, hogy mi lesz a jövőre, vagy két év múlva, de
Én erre mindig azt mondom, hogy szerintem a szüleimnek például bízni kéne magukba, hogy tudják, hogy mit neveltek belém, és hogy milyen ember vagyok. Úgyhogy, hát bízom abban, hogy sikerül.